Milyen rengeteg a tennivaló. Azt mondják, az asszonyoknak mindig akad dolga. Ez valóban így van. Jó, jó, tudom. Most már tényleg sietnem kell. Minden szentekre, minden levél vörös kell, hogy legyen az erdőben. És alig van már idő. Idő? Merre is tart az idő? Túl sok időm ment már el a nyárral. Jó, jó, tudom. Nem látjátok, hogy sietek? Jól van, mehetünk. Jól van. Most emeljétek egy kicsit hátrébb. Úgy, nagyon jó. Micsoda sziasz, és napi torta. Nagyon törpös. Tréfi, ha valakinek minden szentekkor van a süli napja. Hú, a manóba, mi ez? Meglepetés. Vajon mi lehet benne? Tudhattam volna, hogy megint átejt. Tréfi, ugye milyen jó, hogy minden szentekkor van a születésnapod? Hát kevés olyan szerencsés törp van, mint én, az biztos. Nincs még egy olyan lény az egész törpkerekségen, akinek pont minden szentekkor lenne a születésnapja. Igen, Tréfikém, azt hiszem, egyetlen egy van. Ó, születésnap, micsoda őrültség! Hogy lehet valakinek minden szentekkor születésnapja? Persze, erről is csak a mama tehet. Itt nem lesz születésnapi ünnepség, sosem volt, és sosem lesz. Minden szentek, pfaj, születésnap, pfaj, és azok a nyavajás kis törpök is ünnepelni fognak. Oh, te randa légy! A kis törpördögök születünnepséget fognak rendezni, jaj, az undorító, jaj, felfordult tőle a gyomrom. Na, majd én betakarítom őket, azt a kis kék fejüket. Elég volt mára ebből a jó kedvből, halljátok, elég! Ajjaj, talán a mama küld majd egy kis mazsolát nekem. Tavaly küldött. Ez hamé, ez törpelősi, ez meg törpilláj, ez pedig. Imádom a minden szentek ünnepét. Hát te, Harold, alig várom, hogy ijeszgessem a gyerekeket. Remélem, sírni fognak. Imádom, amikor olyan rémültek. Néha évekig tarthat a sok hatása. Van, akinél sosem múlik el. Igen, madárkám, nem sokára elrepülünk, és a fakóhold fényébe csapunk le az alvó falvakra. Hadd tegyék ki a fokhagymájukat, hadd imádkozzanak. A gáta boszorkány elől úgysem menekülnek. Lusti törp, menj ki az erdőbe, és próbálj meg vörös leveleket gyűjteni a díszítéshez. Igen, törpapa. Siess, mert nem sokára kezdődik az ünnepség. Igen, törpapa. Lusti antiszociális magatartása egészen, de egészen elképesztő. Nem gondolod, törpapa? Törpillának is mondtam a minap, hogy törpapa! Viszontlátásra! Jó utat! Úgy fáj a szívem, amikor elrepülnek, de tavasszal úgyis visszajönnek. Hol is tartottam? Ja, persze, a levelek. Jaj, de gyönyörűek! Tessék! Sajnálom, kedveseim, így zölden is gyönyörűek vagytok, de nekem most ez a dolgom. Aludjatok, kedveseim, aludjátok át a telet. De jól esik ez a forró víz.
meg ki! Biztosan valami kisgyerek ólálkodik itt az ajtóm előtt. De úgy is elküldöm, nekem ide senki ne tegye be a lábát! Mi ez? Vajon mi ez itt? Valaki megemlékezett a születésnapomról? Vajon kiküldhette? A mama, a keresztapa? Vagy talán, tudom már! Boldog szülinapot, Hókuszpók! Boldog szülinapot! Na megállj! Így megalázni engem! Ezt még megkeserülöd, te nyavajás törpicsek! La 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 la. Hát én itt vörös levelet egyáltalán nem látok. Viszont halálosan elfáradtam. Elszundítok egyet. Talán mire felébredek, vörösek lesznek a levelek. Biztosan vörösek lesznek. Te haszontalan állat, hagytad meglógni! Már semmire sem vagy jó. Há, így né. Gúnyolódni mernek velem a születésnapomon? Ellátom a bajukat, emlékezetes lesz számukra a minden szentek ünnepe. Aludjatok jól. Milyen gyönyörű itt minden. Mi ez? Mi ez? Hé! Hé! Mi történt velem? Piros lettem. Ajaj! Mi történt velem? Tudod, én csak... Tavaszanyú, ki látott már piros törpöt? Ajaj! Ajaj! Ó, a Manóba! Nézz rám! Nézz csak rám! Annyira sajnálom, ne haragudj. Csinálj már valamit, segíts rajtam. Várj csak, szeretnék segíteni, de tudod, az ősz nem várat magára. Változtass vissza kékké. Piros varázspálcával képtelenség. Te jó ég, nekem nincs is kék varázspálcám. Akkor milyened van? Hát ugye van piros, fehér, sárga és zöld. Zöld nem jó? Nem. Ó, szegény kicsikém. Csinálj velem valamit, most rögtön. Most nem tehetek semmit. Vár rám a munka. Kell, hogy beköszöntsön az ősz. Időapó is ezt akarja, tudod? Nem változtatsz vissza? Láthatod, csak piros varázspálcám van. És még rengeteg a dolgom. Talán majd télen. De legkésőbb jövő tavasszal, jó? Addig menj csak haza és várj. Nem maradok soká, de szólít a kötelesség. Hát ez borzasztó. Hogy nézek ki? Így nem mehetek haza. Mindenki kinevetne. Éljen soká tréfi, boldog születésnapot! Éljen! Bújtsd ki az ajándékaidat! Jó, de előbb ti bontjátok ki a tieiteket! ABC sorrendben vannak rakva, első az A! B! Hihetetlen, hogy egy ekkora csapat épeszű törp ilyen buta tudjon lenni. C. Tűha, tréfikém! Kedves tőled, hogy te adsz nekem ajándékot a szülinapodra. Igazán kedves. D. E. Micsoda nap, ez a második ajándékom. Ha! Ha! Hadd osszam meg veled az enyémet. Jé! Ja, az én vagyok. Ha!
Justit? Elment az erdőbe őszi fa leveleket szedni, de már vissza kellett volna érnie. Gyertek, sötét fellegek! Eső, mosd el a törpöket! Esik, különben nem számít. Talán lemossa rólam a pirosat. Egy dolog biztos, én így nem megyek haza. Lehet, hogy soha törpén nem mehetek haza. Nem értem. Minden szentekkor nem szokott esni az eső. Nekem semmi nem jelezte az esőt. Itt valami nem stimmel. Itt valami nem stimmel. Ki nem állhatom az esőt? Minden szentekkor nem szokott esni, és születésnapokon sem. Ó, törpapa, mi lehet lustival ebben a viharban? Nagyon sikerült ez a vihar. Jaj! Magasabbra, te félnótás! Nem látod, hogy lefelé tartunk? A serpőt kellett volna választanom. Sehogy sem akar elállni ez az eső. Nem ám. Mi van? Mi olyan mulatságos? Én olyan zavarban vagyok. Az a legjobb, ha alszom egy kicsit. Bibir csóka! Mi folyik odafönt? Ki van ott? Én! Agáta! Agáta! Hókusz pók! Mit csinálsz ott fönt, te ronda vén csoroszja? Csoroszja! Ugye milyen szép időnk van? Varázserőm élő bizonyítéka ez a gyönyörű vihar. Szóval te vagy a bűnös. Te rontottad el minden szentek ünnepét. Mindent elrontottál. De miért? Miért? Csak azért, hogy bosszansd a törpöket? Nem érted, hogy én egész évben erre az egy estére készülök? Nem érted, hogyha nem ijesztem meg a gyerekeket, talán még csalódottak is lesznek, hogy szeretik, ha ijesztgetik őket? Tehát ez a szegény kis törp most teljesen piros. Nem tudom, hogy segítsek rajta. Úgy szégyelli magát. Még Tréfi születésnapjára sem mer hazamenni. Tisztában vagy azzal, hogy az időt nem lehet visszafordítani? Ez teljes képtelenség. Mindez az én hibám. Jobban körül kellett volna néznem. De valamit csak tehetünk szegény törpért. Semmit. Idő, apó, legalább próbáld meg, kérlek. Fordítsam vissza az időt, tavaszanyú. Ez nagyon komoly dolog, sőt, mi több, teljes képtelenség. Legalább elhozhatnád a többi varázspálcámat. Tavaszanyú, ennél sokkal fontosabb tennivalóim vannak, értsd meg! Otthon van egy nagy üveg áfonya lekvárom. Ó, igazán? Hadd el, szia, bjelú, hadd el! Meg vagy! Meg van! Nicsak, nicsak. Mi ez itt? Egy piros törp. Milyen piros? Hát mitől vörösödtél el ennyire? Mi? Hogy történhetett meg ez veled? Vajon megváltozott-e ettől a kémiai összetétele? Úgyis az enyém. Ez a piros törp talán felér akár hat kékkel is. Én láttam meg előbb. Akkor is az enyém. Az enyém. Törperős, menjetek el néhányan hókuszpókhoz. Igen, törpapa. Törpilla, szervez egy csapatot, és átkutatjuk az erdőt. A igen, törpiek papa. Pedig... Igen, törpapa! Tegyék el az összes ernyőt. Igen, törpapa! De csúnya! Agáta, kérlek, próbáljuk meg emberi módon megegyezni ezen a dolgon. Ha nem adod nekem, varangyá változtatlak! Osztozkodjunk. Ezt hogy érted? Használjuk ki mind a ketten. Jó, vágjuk ketté. Én benne vagyok. Hol csináljuk? Nálad vagy nálam? Ha
De ahogy látom, a madárkát nincsen abban az állapotban, hogy repüljön. Úgyhogy menjünk csak hozzám. Nem bízom benned. Add nekem! Én találtam! Nem adom! Varangyá változtatlak! Nincs itt a varázspálcád! Lusti! 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 Nincs itt. Tavasz anyó, nagyon finom a lekvárod. Ezzel is megvagyok. Milyen gyönyörű az erdő. Most megyek és elmondom törpapának, mi történt szegény Lustival. Jó lenne, ha időapó meggondolná magát. Siess már, nem bírom ezt a hangot. Mit csináljunk, törperős? Nem tudom. Én ezt ki nem állhatom. Mi Bircsókáról beszélsz, a bozorkáról? Hú! És Lusti törp piros lett? Hú! A manóba. Siessünk, rövid az idő, Lusti veszélyben van. Törpapa, nézd! Itt a taricska! Ez hihetetlen. Az igaz a kálmát a lussza. Mi folyik itt? Ketté akarják fűrészelni Lustit. No, azt már nem. Nevetséges ez az egész. Mi lenne már nevetséges? Gondolkodtam a dolgon. A piros törp olyan ritka, annyi mindenre lenne jó. Szárítva például remek paprika lehetne belőle. És nem is tudhatjuk biztosan, hogy törp. Én még soha nem láttam piros törpöt. Össze-vissza beszélsz. Jaj, törpapa, csináljunk már valamit. Törperős, a takarót! Ne kövessünk el hibát a gáttal. Tartsuk inkább őrizetben, csak idő kérdése, mikor ér ide a többi törp. Hagyd már abba! Ide azzal a fűrésszel! Ide hallgass, te banya! Ez a törp akármilyen színű is biztosan többet ér, mint akármennyi kék. Ezért felejtsük el ezt az őrült ötletet! Csúfolsz! Nézd! Ott egy törp! Ah, itt meg egy másik! Most! Megvagy! Mi ez? Meg fognak szökni! Futás, törpjeim! Te vén bolond! Ennek te vagy a lopva! Hogy mit itt a csorosnya? Segítsél! Minden törpre tettél! Hurrá! Hurrá! Ne lógasd már az orrod, Lusti! Piros, zöld vagy lila, kit érdekel? Az a lényeg, hogy törp vagy. Törpapának is mondtam. Okoska, légy szíves. Tavasz anyó nem akart neked rosszat. De elrontotta az ünnepet. Ez nem igaz. Úgy is felfoghatod, hogy most már nincs szükséged jelmezre. Okoska! Lehet, hogy ez a vörösség bizonyos előnyökkel is jár, tudod? Okoska! Segítened kell rajta. Mondtam már, hogy nem tehetek semmit. Kérlek, próbáld meg. Biztosan tudsz rajta segíteni. De tényleg, te mindent olyan könnyedén csinálsz. Időapó, mondd, nem ennél még egy kis áfonya lekvárt? Van még? Ó, hát persze. Ez nagyon meggyőzően hangzik. Most az egyszer segítek neked. Ó, csodálatos vagy, időapó. Piros, fehér, sárga és zöld?
legyen újra kék most a törp! Úgy is felfoghatod, hogy ezáltal különleges vagy. Törpapa! Mi történt? Fogalmam sincs, törpapa. Lusti itt ült, aztán hirtelen... Utálom azt, hogy hirtelen! Újra kék vagyok. Jaj, de jó! Hurrá! Köszönöm, tavaszanyú, bárhol is vagy. És boldog ünnepet. Éppen időben érkeztél. Ettől a sok izgalomtól úgy elálmosodtam. Éjjel sokát tréfi, éjjel sokát tréfi, éjjel sokát tréfi, boldog szülinapot! Kedves törpikém, itt az ideje, hogy bejelentsem, mely csapatok kerültek az idei törplabda bajnokság középdöntőjére. Hurrá! Ez azt jelenti, hogy abba hagyhatod már a törpitálást, Nótata. Hurrá! A középdöntőbe jutott négy csapat kapitányai. Törpillag. Hurrá! Hoppá! Törpöltő. A saját tervezésű sportgatyáimban csak győzni lehet. Törperős. Na, ez nem meglepetés. És végül, de nem utolsó sorban, okoska. Hurrá! Ez viszont meglepetés a javából. Oh, ez az első alkalom, hogy az én csapatom is bejutott a középdöntőbe. Igen, és ne félj, mert én állandóan ott leszek a sarkadban. Úgy érted, állandóan ott leszel a sarkamon? Hát igen, valahogy úgy. Holnap lesz az én nagy napom. Holnap akár egyedül is megnyerem a nagy törplabda bajnokságot. Jaj. Okoska, okoska, okoska! Hölgyeim és uraim, önök most egy élő legendát csodálhattak meg oda lenn a pályán. Minden mozdulata maga a törpé. Íme előre törp a törpnyerő! De nézzük, mi törpénik! Egy esetlen mozgású kétballábas törp tart a bajnok felé. Ügyifogyi az! Nem is volna szabad átjönni a pályának erre a felére! A szörnyűséget még én közvetítőt sem láttam hosszú pályafutásom során. Okoska törp, kiesett. Emiatt a nyavajás ügyifogyi miatt fogom elveszíteni a bajnokságot. Bár csak el se jönne holnap. De miért ne jönne el? Csak akkor nem jönne el, ha beteg volna, vagy ha azt hinné, hogy beteg. Szinte hihetetlen. Ügyifogyi még álmában is ügyifogyi. Hűha, úgy látszik bárányhimlős lettem. Biztosan túl sokat nézegetted a bárányfelhőket. Jobb, ha ma ágyban maradsz, ügyifogyi. Inkább esünk ki a középdöntőből, mint hogy elterjedjen a járvány a faluban. Figyelj, kerti törp, csak ketten vagyunk törpillával, hamival és ügyifogyival szemben. Okoska, ügyifogyi hol van? Az a helyzet, hogy rosszul érezte magát törpapa. Úgy láttam, hogy bebötyösödött. Nagyon. Ügyifogyi, mondd csak, mi történt veled? Tudod, törpapa, okoska azt mondta, hogy sokat nézegettem a bárányfelhőket. Figyelj csak, kerti törp, lőd a labdát Hominak. Na de miért? Láthatod, hogy most is éhes. Nem sokára előránt egy krémest, és akkor azzal lesz tele a keze. Juhé! Juhé! Győzelem! Győzelem! Ha-ha, okoska, törpapa kigyógyított a bárányhimlőből. Jaj, nem! Ez nem lehet igaz. Ugye, okoska, örülsz, hogy újra veletek vagyok? Hát, hogy is mondjam, csak ügyifogyi, azzal, hogy itt vagy, valóra vált az álmom, ami azt mondta. Hűha! Oh,
Ajás ma véget ért. Győztünk! Ugye mi kaptuk a pontot? Nem! És határozottan megkérlek, hogy ezentúl ne légy állandóan a sarkamban. Világos? Nem, homályos. Gratulálok, Törpilla és Törperős! A ti csapatotok megy tovább a törplabda bajnokság döntőjébe. Okoska, Törpöltő, sajnálom, hogy ti nem nyertetek, de biztos vagyok benne, hogy így is élvezni fogjátok a bajnokságot, mert ti lesztek a felkészítő bizottság tagjai. Felkészítő bizottság? Minden évben a felkészítő bizottságban kötök ki. Okoska, ügyifogyi, benneteket szeretnélek elküldeni valahová. Engem? Pont ügyifogyival? Szeretném, hogyha hoznátok egy kis csoki szószt a sötét barlangból, aminak két vödörrel kell a bajnoki tortához. Bizony, egy a tortának, egy pedig a szakácsnak. De vigyázzatok, a legnagyobb csokitónak még a tájára sem menjetek. Abban van ugyan a legédesebb csokoládé, de fenekén ott él a csoknesszi szörny. Hűha, ez elég szörnyű. Az a legszörnyűbb, hogy veled kell mennem, ügyifogyi. Lassítanál, okoska? Nem vagyok hajlandó lassítani az életvitelemen, csak hogy a te ügyifogyiságodhoz alkalmazkodjam. Az a baj, hogy meg se próbálod legyőzni magadban az ügyifogyiságot. Én sokszor megpróbáltam már, de akkor is csak ilyen maradtam. Hűha, ebben a tóban él a csoknesszi szörny. Kíváncsi volnék, hogy tényleg édesebb a csokoládéja. Csak éppen egy picikét kóstolok meg belőle, és már nem is... De ügyifogyi! Hűha, okoska, na hát te mit csinálsz oda bent? Megpróbálok kijutni innen. Húzd már ki innen! Én kint vagy, okoska, vagyis, hogy nem vagy ott bent. Nem látok, hol a szemüvegem? Ha valószínűleg beleesett a csokitóba. Menj vissza érte! Kedves szörny úr, valamit itt felejtettünk. Jaj, inkább nézzük meg a talártárgyak osztályán, ha hazaértünk. Figyelj tehát, okoska, mondd meg, mit látsz itt? Hát... Kutymorgót? Kutymorgót? És most mit látsz? Törperőst. Ha okoska összetéveszti Törpillát Törperőssel, akkor valóban súlyos baja lehet. Okoska, csak úgy nyerheted vissza a látásodat, ha készítek neked egy új szemüveget. De ehhez szükségem volna pár csipet különleges homokra a homokembertől. Ő a távoli Szunyóka földön él. A horkoló harkáját, törpapus? Mindig kíváncsi voltam, hogy néz ki a homokember. Igen, veled mehetünk, törpapa. Hát persze, törpi fioncok. Szükségem is lesz a segítségetekre. Így veled, törpapa! Így veletek, törpi fioncok! Jók legyetek, és vigyázzatok okoskára! Miattam ne aggódj, törpapa. Határtalan bölcsességem még így is megvilágítja majd minden utamat. Kérsz egy kis sárgarépát, okoska. A sárgarépa nagyon jót tesz a köszönöm, szemnek. Köszönöm, nem kérek. Gyere, tornáztassuk együtt a szemizbainkat. Egy és két és egy és nem, két köszönöm, és... Nem, köszönöm, egy... Nem tudnék segíteni valamiben? Nem, különben is tőled kérnék utoljára segítséget, ügyifogyi. Fogadok, hogy egyenesen neki vezetnél egy falnak. Figyelem, törpök, gyülekezzünk! Okoska, itt állunk el. Jó, ezt én is tudom. Tehát, mivel törpapa nincs itthon, kinevezem magam a felkészítőbizottság elnökévé. Azt akarom, hogy mindenki lásson munkához, kezdjétek el díszíteni azt a dobogót. Én addig feldíszítem ezt a fát. Ki nem állhatom, hogy fa vagyok. És most ezeket a lufikat is ráaggatom. Lusti, menj már az utamból. Hol vannak a lufiaim? Elrepültek. Nagyon köszönöm, Lusti, nagyon köszönöm. Azt hiszem, mondtam már, hogy menj az utamból, Lusti. Én szót is fogadtam, okoska. Én okoska törp, a bogyószedő fenomén. Gondoskodom arról, hogy a törpöknek legyen elég törp bogyójuk a bajnokság idején. Okoska, állj meg, összetaposod a törp bogyó bokor palántáimat.
Hát, hogy ültetheted őket éppen ide? Áruld el! Ó, és hogy tarthatod éppen itt a törplabdádat? Ha mi biztos örülni fog a segítségemnek, megsütöm helyette a bajnoki törptát. Ez biztos a liszt, igen? Ennek karamella illata van? Jaj, ami biztosan nagyon meg fog lepődni. Tűz van! Tűz van! Itt van a törpajáca és a tűzoltó törpcsapa! Megjöttek a tűzoltók! Megjöttek! Mi történt, okoska? Fogalmam sincs. Épp ott bent sütögettem Hami konyhájában, amikor... Okoska, nem Hami konyhájában voltál, hanem törpapa laboratóriumában. Hát azt hiszem jobb, ha otthon maradok, hogy ne okozzak több bajt. Bármit teszek, az Balu üt ki. Megérkeztünk, törpikém. Ez itt a szúnyókaföld. Te jóságos jegesmedve, amikor elindultunk otthonról, még világos volt. A szúnyókaföldön mindig sötét van, törpéri. Hogy lehet szúnyókálni itt iszonyatos horkolásban? A homokember horkol törpörgő. Csak alkonyatkor ébredt fel, hogy álomba varázsolja a világot az álomhomokjával. Sajnos most korán fel kell őt ébreszteni. Kiháborgat ilyen korán? Ó, jaj, törpegek! Mi történt a kedves homokemberrel és hatalmas mosolyával? Ő nyugdíjba ment, és én léptem a helyébe. Akkor talán te is tudsz segíteni, szükségünk volna egy kis alvóhomokra. Felejtsétek el, senkinek nem adok az alvóhomokomból. Ide hallgass, párnapocok! Szükségünk van az alvóhomokra, mert csak abból készíthetünk új szemüveget a barátunknak, okoska törpnek. Úgyhogy ajánlom, adj nekünk homokot, de hamar! Ó, álombárányaim! Tüntessétek el innen hivatlan vendégeimet! Megállni! Mit csináltok, oktalan birkát? Mit rohangáltok ilyenkor ének idején? Réges-rég ágyban volna helyetek! Nyomás, menjetek aludni! Zöldőr időnként teljesen ámulatba ejtesz. Nagyon ügyes, nagyon ügyes! De tőlem akkor se kaptok álomhomokot, ez szemcsét sem! Hűha, ez olyan, mintha én volnék. Mi? Hogy? De hát ez nem lehetek én, mert én itt vagyok. Ügyi-fogyi, bemehetek? Hát persze, gyere, okoska! Hűha, jól vagy? Nem vagyok jól. Jaj, ügyi-fogyi, olyan ostobának és ügyefogyottnak érzem magam. Törpéletesen megértem, mit érzel. Sajnálom, hogy úgy haragudtam rád az ügyi-fogyiságodért, ügyi-fogyi. Egyszerűen nem értettem meg. Megértem. Ügyi-fogyi, lennél a szemem? Segítenél, hogy lássam, merre megyek, és akkor ugyanúgy mászkálhatnék a faluban, mint minden más törp. Hűha, okoska, micsoda megtiszteltetés! Kapaszkodj csak nyugodtan a vállamba, így most te leszel állandóan az én sarkamban. Te vagy az, ügyi-fogyi? Én? Ideje reggeliznünk. Kérsz egy kis műzlit, okoska? Hoppá! Bocsánat. Igyál helyette egy kis törbogyószörpöt. Hoppá, bocsánat. Ügyi-fogyi! Igen, okoska. Köszönöm. Ezért érdemes volt várni. Hűha, nézd ki, van itt okoska. Á, törpicúr, törpicúr. És Tulipuli, megismerlek az összehúzott szemöldöködről. Ki nem állhatom az összehúzott szemöldökömet? Lá-lá-lá-lá! Kérsz egy törpogyót, okoska? De még mennyire, hogy kérek? Tudod, ügyi-fogyinak lenni nem is olyan rossz, ha veled vagyok. Kösz, okoska. És néha egész jól szórakozom magamon. Talán az is előfordulhat, hogy törpilla ezért ebédel majd velem. Tényleg? Bizony. Én elbotlom, elesem, ő pedig odajön és megkérdezi, ügyi-fogyi, jól vagy? Aztán én is megkérdezem tőle, hogy ő jól van-e, és ezek után biztos, hogy meghív ebédelni. Döbbenetes. Na és az 552 per a aforizma másik változata?
Egy pillanat. Ki a legokosabb mind között? A legtöbb ész kibe költözött? Okoskába! Igen, igen, erre én is emlékeztem. Itt a legújabb bölcsességem, amit nemrég írtam. Visszaolvastál nekem? Hát persze. Segíthetek, ügyifogyi? Erősnek könnyen mutatod magad, ám a hibát elismerni nehéz. Az igaz barát, ki elfogad, adnak mi vagy, tanít megszeretni saját gyengéd. Hűha, ez nekem nagyon tetszik. Megtarthatod, ügyifogyi? Tudod mit? Megtarthatod az összeset? Nagyon kedves vagyok, Oska, de nekem ez is elég lesz. Ideje megkezdeni az idei törplabda bajnokság döntőjét! Igen! Gyere, Okoska, induljunk! Nem, ügyifogyi, menj csak el nélkülem. Sokat segítettél, de a meccset még a te segítségeddel sem láthatom. De hogy nem, Okoska, gyere velem, majd meglátod! Rá, hajrá! Törp a törplabdára! Törpilla törpolyácának passzolja a labdát. Hűha! A törpolyáca nem figyel, csak magát nézegeti. Nem kapta el a labdát. Minden évben ezt csinálja. Törperős megpróbálja elvenni törpolyácától a tükrét, de törpolyáca nem engedi. Micsoda játszma, micsoda játszma! Lejárt az idő. Törpilláit nyertek, de csak egy icike-picike ponttal. Fantasztikusan játszottál, Törpilla. Ahogy a labdát passzoltad, arról a saját mozdulataim jutottak eszembe. Hidd el! Egy törbogyó madár üzenetet hozott törpapától. Kedves törpikéim, régen úton vagyunk már. A homokember sajnos nem akar homokot adni, ami Okoska szemüvegéhez kell. Megpróbálom rábeszélni, de drukkoljatok nekem, szeretettel gondol rátok, törppapa. Ügyifogyi? Megtennél nekem egy szívességet? Kérlek, vezess vissza a sötét barlanghoz. Meg kell, hogy találjam a szemüvegemet. De Okoska, az a rémes csuknezi szörny is ott van. Nem, ügyifogyi, az igazi szörnyeteg itt van. A sötétség szörnyetege. Kérlek, segíts rajtam, ügyifogyi. Kérlek. Hát jól van, Okoska. Lehet, hogy sokszor megbotlunk és elesünk majd, de akkor is oda vezetlek. Messze vagyunk még, ügyifogyi? Mire gondolsz, Okoska? A tetejétől, vagy az aljától? Ügyifogyi, én félek. Ne félj, Okoska, itt vagyok veled. Abba hagyni! Most már muszáj aludnom! Homokcáskák nőnek a szemem alá! Sajnálom, kedves homokember, de addig nem hagyjuk abba a nótát, amíg nem adsz egy szatyor alvó homokot. Na, ha alvó homokot akartok, hát adok én nektek alvó homokot. Jaj, ne! El akar altatni minket a homokkal! Jaj, ébren kell maradnom. Okoska érdekében nem szabad aludni. Nem kell lenézni, nem. Tudod, ügyifogyi, soha nem gondoltam volna, hogy bárkiben is ennyire megbízok. Tulajdonképpen az életemet bíztam rád, ügyifogyi. Köszi szépen, Okoska! Ügyifogyi, hol vagy? Itt lent! Ne mozdulj, ügyifogyi, megtalállak! Hűha, Okoska, megmentetted az életemet! Na hát, tényleg megmentettem. Gyere, menjünk. Hűha, szemüvegre még soha nem horgáztam. Na, fogtál valamit? Igen, magamat. Rendben, itt van. Föladom, megkapjátok a zsákalvó homokot. Juhé! Vagyis, hogy köszönöm, kedves barátom. Mindazonáltal az alvó homokom olyan becses nekem, hogy kérek érte cserébe valami hasonlóan értékes dolgot. Mit szólnál a harmonikámhoz? Ugye csak tréfálsz. Mit szólnál hamis üteményéhez, éjjeli csemege gyanánt? Nem eléggé különleges. E
említetted, hogy a ti híres okoskátok a sötét barlangba veszítette el a szemüvegét. Így van. Rendben. Adok egy zsákalvó homokot, ha cserébe hoztok nekem egy kis csokoládét, a félelmetes csoknesi szörnytől. Megegyeztünk, áll az alkú. Most ígérem, nem szúrom el. 333-szorra sikerülni fog. Azt hiszem, horogra akadt valami. Fogtam valamit. Csak mellé fogtam. Ügyi-fogyi, mi történt veled? Na hát, mintha ügyi-fogyi hangját hallanám. Engedd el a barátomat, te ronda szörnyetek, lesz-e? Megállj, csoknesszi szörny! Elkaptam, törpapa, elkaptam! Ügyes vagy, okoska. Tisztelt szörny úr, okoskának szüksége van a szemüvegére. Meg akarja tartani a szemüveget, mert mielőtt megtalálta volna, nem látott egy szemet sem. Lehet, hogy ezért kapálózott úgy azelőtt. Ez esetben, kedves szörny úr, kaphatnánk egy vödör csokoládét cserébe a szemüvegért? Szerintem igen mondott. Papa, tudom, hogy szereted a csokoládét, de nem gondolod, hogy a szemüvegem mégis fontosabb? Hadd idézem legkedvesebb okoska mondásomat. Bíz bennem, bíz bennem! Nem, nem, ez az én éjjeli csemegém. Tessék, okoska, itt van a vadonatúj szemüveged. Ügyi-fagyi, feltennéd az orromra? Hát persze, okoska. Á, ügyi-fagyi, hogy milyen régen nem láttalak. Hogy dolgoznak az én kis törpjeim? Évente egyszer érik a zöld törpbogyó, és ma van a szüretnapja. Jaj, imádom a törpbogyót, de nem törpojáca. Dehogy nem, törpilla, a zöld nagyon jól megy a szememhez. Ó, nyom, 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 bárcsak több kezem volna. Inkább izomra van itt szükség. Látjátok? Ó, de jó, végre lesz otthon törpbogyó. Valóra vált a legvadabb álmom. Ez egy óriás törpbogyó. Én láttam meg először. Az enyém. Segítség, tegyél le! Könd legyen már, törpök! Ez a béka a segítségünket kéri. Segítséget? Azt mondja, hogy ő tulajdonképpen nem is béka, hanem királyfi. Oh. Egy gonosz varázsló békává változtatta, és azóta így bolyong az erdőben, segítséget keresve. Varázslattal ugyan föl lehetne oldani az átkot, de mindössze 3 napig. És ez a mai nap a 3. nap. Ne aggódj, barátom! Elviszlek az erdőbe, és ott főzök neked egy visszaváltoztató varázsitalt. És akkor megint herceg leszel. Vigyázzatok a falura, amíg nem leszek itthon. Sok szerencsét, békuci! Törpapa milyen okos, mindenkin tud segíteni. Hé, nyomás, lássuk ki él elsőnek a faluba! Futás! Ó, bárcsak én volnék törpapa. Én bizony megnevelném a törpöket. Törperős nem volna többé turva. Ügyi-fogyi nem volna ügyetlen. Mind olyan tökéletes lenne, mint én. Hát persze, ez az, amit tennem kell. Nincs itt, törpapa beosonok a laboratóriumába? Ha törpapa visszajön és meglátja, mit csináltam, nagyon meg fog dicsérni.
Még két kis kanál pulykaepepor, és mindjárt készen vagyok. Jóságos törpegek, hiszen ez üres. Jaj, de talán használhatnám helyette ezt. Ajajajaj. Csak azért nem sikerült, mert elfogyott a pulykaepepor. Fogadok, hogy hókuszpóknak bezzeg van pulykaepepora, de tőle nem kérhetek kölcsön. Vagy mégis? Jaj, ti mindig a lábam alatt vagytok. Bocsánat, okoska, vagy segítek? Ezek a törpök soha nem változtak meg. Meg kell változtatnom őket. Nekem, okoskának, ez a szent kötelességem, még akkor is, ha el kell mennem hókuszpókhoz. Hogy hókuszpóknak jó sok pulyka epepora van. Adni elkablak titeket, törpök. Elkablak. Elén. Majd meglátjátok. Ajajajaj. Mi az? Majd törp szagot érez az orrom. Ja, én is. Hát ez mi? Kedves hókuszpók, szükségem volt egy kis pulykaepeporra, hogy meggyógyítsam a törp társaimat. Viszont zásul itt hagyok neked egy kis ribizlét. Aláírás okoska törp. Taj, ribizlét! Nyomot hagyod maga után. Micsoda szerencse ez, hogy nyom elvezet minket Apraja falvába. Milyen könnyű dolgunk van, kis cicám. Szinte lelkiismeret furdalásom van. Szakadjon le ez a híd. Ha most sem ezért még megfizettek, törpök. Drágám megfizettek, ugyan? Látod, kis cicám, ez a különbség köztünk és a törpök között, hogy mi használjuk a fejünket. Jaj! Ezek a törpök mindig csapdákat állítanak nekem. Jaj! Azt hitte, a szemörcésben ellóghat előnk. Jaj, szemörce! Én allergiás vagyok a szemörcére! Jaj, én is! Jaj, már nem lehet messze, Apraja falvas, ilyen jó! Már nem lehet messze, Apraja falva! Nem ott leszünk, Sziam Miau. Érzem, a csodába. Elfogyott a bar. Gyűlölöm a törpöket, gyűlölöm. Várjunk csak. Hát, ha elvesztette az összes port, szüksége lesz újabb adagra. Úgyhogy a kis tolvaj újra eljön majd hozzám. Gyere csak utánam, Sziam Miau. Van egy terve? Jaj, nekem! Okoska meg akarja gyógyítani a törpöket? Na majd hőzök én neki orvosságot. Ettől aztán úgy meggyógyulnak, hogy még átváltoztatom őket. Nincs már semmi más vágyam, csak lábhosszat áztatni a lábam, s törpet tölteni meg a hasam, sam.
itt a nagy alkalom, Siam-jau. Igen. Csak figyelj rám! Nem lesz több-több a földön, de nem ám. S a rettentő erejű, iszonyú hatalmú varázsló lesz majd itt az úr. Nincs már semmi más vágyam, mint a hosszat lógatni a lábam, s törpedől tenni meg a hasam. Nyög a sok kék pocak, jaj, de várj a pocak! Csak figyelj rám! Nem lesz több-több a földön, de nem bízám, és a rettentő erejű iszonyú hatalmú varázsló lesz majd itt az úr! Mert nincs már semmi más vágyam, mint nap hosszat lógatni a lábam, s törpet ölteni meg a hasam, s az ő kék magukat elrontani. Mi okoska, mi az a furatáska nálad? Ó, csak egy kis orvosság mindannyiótok betegségére. Látjátok? Törpapa büszke lesz rám, amiért megmentettem az egész törp nemzetséget. De okoska, hiszen ebben nincsen semmi. Micsoda? Gyerünk, nem esetek csak, majd meglátjátok. Én bebizonyítom, hogy micsoda nagyszerű törp vagyok. Jön már, kis cicám, jön már. Tudtam, hogy el fog jönni. Ideje lefeküdni. Nem is innen! Minden betegségre. Na hát, ez sokkal jobb, mint a pulyka epepor. Fúj, viszont sokkal bidesebb is. Mi? Figyelem, törpök! Lássuk csak, ki lesz az első. Csak egy kanálka ebből a csodaszerből, és úgy érzitek, mintha kicseréltek volna. De hát, okuska, én így is nagyon jól érzem magam. Én ilyen rettentően büdöset még soha nem szagoltam. Edd meg, te okoska! Mi nem kérünk belőle. Barzálás. Új büdös nem kérünk. Szervusz, Hamikám! Ugye te nagyon éhes vagy? Nagyon. Csönges ebédre, addig majd én kevergetem helyetted a levét. Köszönöm, okoska. Egy nap talán majd meghálálják nekem. Kész az ebéd! Gyertek ebédelni! Hé, hagyjatok nekem is! Egy nap még hálásak lesznek nekem. Valahogy hirtelen olyan rosszul lettem. Igen, én is rosszul vagyok. Jaj, szentséges törpegyek! Mit tehettem velük? Hagyjátok abba! Úgy viselkedtek, mint a buta jércék! Jaj! Most ki itt a madár és ki a törp? Ó, bár csak itthon volna törp abba. De ha itthon volna, soha nem bocsátana meg. Ó, jaj, nekem nincs kihez fordulnom. Ha csak nem, hókusz-pókusz. Tessék, kiház! Egy törp! Tényleg, takarod, beteg törp vagy! Nem vagyok beteg, én okoska vagyok. Segítened kell rajtam!
Nekem segítenem, hát ez lázas lehet. A betegség biztosan megtámadta az agyát. Tudom én jól, hogy nem lett volna szabad ellopnom az orvosságodat, és most az összes törp beteg lett. Csak betegek lettek? A fenébe. Úgy látszik, nem volt elég erős a méreg. Ajaj, te szegény kicsi törpöcske. Gyere, gyere be, majd meglátom, hogy mit segíthetek neked. Talán van valami orvosságom a törpjeidnek. Jaj, de jó, köszönöm szépen! De van egy föltételem, csak akkor hat az orvosságom, ha én magam adom be a törpöknek, saját kezüleg. El akarsz jönni Apraja falvába? Nem, nem, az nem lehet, az lehetetlen. Hát akkor menj, sok szerencsét, próbáld könnyebbé tenni barátaid utolsó óráit. Várj, várj! Ha elviszlek a faluba, megígéred, hogy nem csinálsz semmi rosszat? Hát az lehetséges, hogy néha-néha gonosz dolgokat művelek, de még én sem bántanék egy szegény beteg törpöt. És hogy bebizonyítsam, tessék, bekötöm a szememet, így aztán titokban tarthatod, merre van Apraja falva. Hát, jól van. Remélem, egyetlen varázsló kollégám se lát meg most, de a végén úgy is megkapok mindent, amit már olyan régen megérdemeltem. Mi? Jaj! Jaj, nagyon messze vagyunk még, jaj! Nem, már nincs messze. Jaj! Én helyre rólam azonnal. Mond, nagyon messze vagyunk még? Nem, most vágunk át a szömörcésen. A szömörcésen? De hiszen én allergiás vagyok a szömörcére. Jaj, 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 jaj. Jaj, nagyon messze vagyunk még. Nem, éppen most megyünk át a tavon. Tavon? Jaj! Megérkeztünk. Hálának a magaság az Atya Úristennek. Látod? Azt hiszik magukról, hogy ércék. Nem, nem is ércék. Szinte már olyanok, mint a rátja csirke. De hát megígérted nekem, hogy jó leszel. Fityiszt ígértem! Fityiszt ígértem! Te olyan okoska vagy, édes! Jaj! Segítség! Törpapa! Segítség! Na, madárkány, gyertek szépen! Hókusz pontácsihoz! Gyertek! Hókusz! Pókusz! Segítség! Segítség! Törpapa! Törpapa, hol van? Segítség! Száz éve nem főztem már ilyen varázsitalt, úgyhogy most szoríts! Ó, jaj, elnézést! Hókusz törpusz abraka törpa, légy királyfi újra, és ne csúf zöld béka rajta! Mindig azt mondom, egy kísérlet, nem kísérlet. Ha-e varázsitalból veszel, meglásd újra, királyfi leszel. Én mindig azt mondom, hogy két kísérlet, nem kísérlet. Sőt, négy kísérlet sem kísérlet. Segítség, törpapa! Ó, okoska, mi a baj? Jaj, törpapa, szörnyű, szörnyű, bol... Jaj! Hűha. Nincs semmi baj, okoska. Ő az a királyfi, aki béka volt. És ha ezt valaha is meghálálhatom nektek, törpök? Igen, most meghálálhatod. Üzd ki hókuszpókot a faluból. Hókuszpókot? Ó, vele elbánok. Merre van a falutok? Arra felé. Hmm,
gyere csak! Te is! Most az egyszer nem menekültök meg, kis tyúkagyú törpök! Jaj, mi ez? Azonnal erezd el a törpöket! Állj meg, te gazember! Nem állok meg, hagyj békén! Készülj, okoska, nem sokára itt lesz. Jaj, a törpjeim! Elvesztettem a törpjeimet! Tartsd nyitva a zsákot, okoska! Ne félj! Ilyen állapotban úgy sem fog harapni! De biztos törpapa! Meg kell találnom a törpjeimet! Nem megyek el üres kézzel! Hát itt vagytok! Jó, megyek már, megyek! És meg ne lássalak itt még egyszer! Legalább pár törpöt megtaparintottam. Na végre véget ért a hupi görcs. Szentég! Szia, miau! Tűnjel innen, te beteg vagy! Beteg, beteg, beteg! Jaj! Jaj, mi ez? Mi ez? Várjatok, kis törpjeim! Nem sokára kész az orvosság! Sajnálom, hogy ennyi bajt okoztam, törpapa. Én csak olyan szerettem volna lenni, mint te. Egy nap alatt nem lehet elsajátítani a tudományt. Ahhoz hosszú és kitartó tanulás kell. Így, mi? Ettől mindenki egy pillanat alatt meggyógyul. Nézzétek, újra kék vagyok. Törpösen érzem magam. Hurrá! Éljen, törpapa! Éljen! Hurrá! Éljen! Mikor így ünneplünk, ne feledkezzünk meg azokról sem, akik betegek. Verssel kívánjunk nekik gyógyulást. Hókuszpóknak és Sziámiáúnak. Sajnos fáj a hasatok, így törp szívünk hasadoz. De tudjátok, mindenki a saját főztjét eszi. La 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 la